Évek óta a pedagógiai közbeszéd tárgya, hogy amióta az Z és az alfa generáció beült az iskolapadba, van egy olyan kommunikációs csatorna, egy olyan közeg, ami a köznevelés számára megkerülhetetlen. A digitális tér, ami nekünk pedagógusok számára sokszor egy kihívást jelent, sokszor egy lehetőséget jelent, máskor meg egy kicsit félve a kontrolltól való elvesztés miatti félelmünkben, inkább csak egy idegen közeget jelent. Ezen a területen sok fejlesztés indult el a köznevelésben. A fejlesztések között inkább még az apró lépések útján tart ez a terület, de 2020 tavaszán a mindannyiunk által jól ismert és tapasztalt koronavírus járvány egy teljesen új helyzetet hozott. A köznevelési rendszer hirtelen egy kísérleti laboratóriummá vált, akármennyire féltünk ettől a digitális tértől, egyik napról a másikra be kellett lépnünk. És nem csak be kellett lépnünk, hanem a mindennapjaink része kellett, hogy legyen. Az a 4 hónap, amit pedagógusként magunk mögött hagytunk, akkor még a második hullámot nem is ismerve, azt gondoltuk, egy olyan visszanemtérő lehetőséget jelent, ahol a felszínre került rengeteg kérdés és rengeteg válasz mellett meg kell tartani a nyitott ajtót, és ott kell lennünk a digitális térben, a továbbiakban, a későbbiekben is. A Katolikus Pedagógiai Intézet ezért örült és ezért támogatta a Vitéz János Tanárképző Intézet kutatását, aki azokat a katolikus intézményeket szólította meg, akik a járvány időszakában, a digitális térben, a digitális oktatásra tértek át. Mik voltak a tapasztalatok? Mi az a sok-sok jó gyakorlat, mi az a pozitív hozadéka ennek az időszaknak, amit érdemes a későbbiekben is felhasználni, amit érdemes megtartani? 378 intézményi, katolikus intézményi központ működik ma Magyarországon. Ez, ha szétbontogatjuk óvodára, általános iskolai, gimnáziumi vagy egyéb középiskolai tagozatokra, akkor közel 800 intézményegységet jelent. Ezeket szólította meg ez a kutatás. A 211 válasz talán egy picit keveset jelent a számok tükrében, ugyanakkor azt gondolom, hogy jól reprezentálta azt a katolikus köznevelést, ami ma Magyarországon működik. Az Észak-Kelet, Kelet-Magyarország túlsúlya és az általános iskolák túlsúlya jellemzi ezt a rendszert. Ez a kutatásban is ugyanígy megjelent. A mai napon azt gondolom, hogy mindenkinek a saját szűréjén keresztül, a saját szűk területén keresztül kerülnek majd ezek az eredmények bemutatásra, elemzésre, értelmezésre. Egy kicsit én a jövőről szeretnék még így az elején beszélni, méghozzá arról, hogy mindaz, amit ma válaszként megfogalmazódik, vagy eddig megfogalmazódott, hogyan gondolhatott tovább. Egy nagyon kedves tanám, Jelenics István piarista tanár úr szavai jutottak róla ez eszembe. A nevelésnek nem az a lényege, hogy nem szabad, hanem hogy hogyan érdemes. Azt gondolom, hogy most a tanárképzés, köztük a Vitéz János Tanárképző Intézet is egy komoly lehetőséget kapott, egy visszanemtérő lehetőséget kapott ezáltal a kutatás által, hiszen megismertek egy kiindulási állapotot, most már a hogyanra kell majd koncentrálniuk, arra, hogy hogyan tudják beépíteni a pedagógus képzés napi gyakorlatába, hogyan tudják elmélyíteni azt a tudást, amit felszínre hozott az elmúlt időszak. Én kívánom, hogy élvezzék ezeket az előadásokat, gondolják végig, kicsit hasonlítgassák a saját napi gyakorlatukhoz, az egyetemnek pedig azt kívánom, hogy a pedagógus képzés most valós időben tudjon reagálni erre a kihívásra. Köszönöm a figyelmet! Szeretettel köszöntöm a Változások a pedagógiában, a Pedagógia Változása konferenciánk résztvevőit, előadóit és minden kedves érdeklődőt. Szimpózium előadásunk témája a digitális oktatásra való átállás tapasztalatai a katolikus iskolákban. Ezt egy olyan környezetben szeretném bemutatni, ami a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Tanárképző Központjában zajló kutató tevékenységet is jellemzi, tehát elöljáróban a kutatócsoportról, illetve a Katolikus Egyetem tanárképzéséről is szeretnék
röviden néhány gondolatot megfogalmazni. A kutatócsoportunk résztvevői, a tanárképző tanszékünk és az óvó és tanítóképző tanszékünk oktatói, nevesül Fodor Richárd egyetemi tanársegéd, Horváth Marian egyetemi tanársegéd, Karainé dr. Gombóc Orsolya egyetemi docens, Kamp Alfréd óraadó oktatónk kutató, dr. Habil Kaposi József, dr. Habil Kormos József, Mongyi Norbert egyetemi tanársegédünk, Szajli Klaudia egyetemi tanársegédünk és jó magam, dr. Szőke Milint Elnikő egyetemi docens. Szeretném köszönetemet kifejezni a Katolikus Pedagógiai Intézetnek, jelesül Barcsák Marianna intézetvezetőnek, hogy támogatott bennünket a kutatásunk megvalósításában, segített a kérdőívek célba juttatásával, a katolikus iskolák pedagógusainak a megszólításával. Ez igen nagy jelentőségű a mi kutatóközpontunk, kutatóműhelyünk számára, hiszen azt gondoljuk, hogy a katolikus iskolák pedagógiai központjai együttműködésben érhetnek el szép eredményeket. Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak a pedagógusoknak, akik kitöltötték a kérdőívet, segítve ezáltal a munkánkat, és azt, hogy egy helyzetképet tudjunk az érdeklődők elé tárni a digitális átállás, a digitális oktatásra való átállás tapasztalatairól. A Vitéz János Tanárképző Központban óvó- és tanítóképzés, osztatlan tanárképzés, jelesül bölcsész tanárképzés, hittanár nevelő tanárképzés, illetve pedagógus továbbképzések, szakvizsgát adó képzések folynak. Tehát a pedagógus képzés elég széles spektrumát sikerül itt a központban lefednünk és kiszolgálnunk. A tanárképző központban nagyon sokféle kutató és tudományos tevékenység folyik, ezek közül én néhányat szeretnék megemlíteni. A mentor műhelyeinken a gyakorlóiskoláink mentoraival, illetve vezető tanáraival szoktunk tudományos beszélgetéseket, szakmai tapasztalatokat cserélni, pontosan azért, hogy a tanárjelöltjeink, pedagógus jelöltjeink szakmai gyakorlatát optimálisan meg tudjuk valósítani, illetve a képzésükbe a gyakorló szakemberek tapasztalatait megfelelően hasznosítani tudjuk. Az intézményvezető műhelyünk ugyanezeket a célokat szolgálja. Intézményvezetői oldalról szeretnénk összegyűjteni azokat a tapasztalatokat, azokat az igényeket, amelyeknek a 21. századi pedagógus képzés meg kell, hogy feleljen. A Pázmány Pedagógus Klubunk egy olyan fórum, ahol a szakma gyakorlói, illetve a szakmára készülő pedagógus jelöltek, a szakma egy-egy jeles képviselőjének a társaságában, egy-egy kitüntetett témában vitatkozhatnak, gondolkodhatnak, eszmét cserélhetnek. És végül a szakmódszertani kutatócsoportunk az egyes szakterületek szakmai pedagógiai kutatásait végzik, amelynek hát eredményeképpen immáron három szakmódszertani kiadványunk is megjelent. Végezetül a neveléselmélet és gyakorlati kutatócsoportunk elmúlt évi munkáit ajánlom az önök figyelmébe, melyek közül az egyik ma kerül bemutatásra a Változások a pedagógiában, a pedagógia változása című kötetünk. Ennek a kutatócsoportnak az a célja, hogy együttműködve minden olyan szereplővel, aki a pedagógus képzésben releváns tudást és tapasztalatot tud megjeleníteni, olyan szakmai fórumot biztosítson a konferenciákon, illetve olyan szakmai műhelyt, amelyből ezek a tanulmányok megszülethetnek, amiket az itt bemutatott kötetekben az elmúlt évek során meg tudtunk jelentetni. Ezúton is köszönöm minden kedves kollégának, gyakorló pedagógusoknak, egyéb pedagógus képzők oktatóinak, saját kollégáimnak, hallgatóinknak, hogy részt vesznek ebben a közös gondolkodásban, ebben a közös munkában. A kutatásunk apropója nagyon egyértelmű, tehát a digitális oktatásra való átállás az nem csak a katolikus iskolákat állította kihívás elé, hanem az oktatás minden szereplőit. Úgy gondoltuk, hogy a pedagógus képző központban
akkor járunk el helyesen, az elmélet akkor tudja a gyakorlatot kiszolgálni, hogyha azonnal megvizsgáljuk, hogy a gyakorló helyszíneken, a gyakorló terepen, az általános iskolákban, középiskolákban, szakiskolákban mit jelentett ez a pedagógusoknak, mit jelentett ez a diákoknak, tanulóknak. Azt is gondolom, hogy az eredményeink elsősorban a katolikus iskolák pedagógusai számára, illetve számunkra, képzőintézmény számára fontosak, de tanulságos lehet a teljes pedagógus képzés számára is. A COVID-19 vírus európai megjelenése és gyors terjedése arra késztette az állami szerveket, hogy jelentős korlátozásokat léptessenek életbe az oktatásban. Március közepétől először a felsőoktatási intézmények, majd egy héttel később a köznevelési intézmények sem engedhettek be diákokat épületeikbe. Ezzel elindult a digitális tantermen kívüli munkarend. Az iskoláknak először is fel kellett mérni az átálláshoz szükséges feltételek rendelkezésre állását. A pedagógusok és iskolák szűk, innovatív rétegének ez nem jelentett nagy problémát, mert az elmúlt években már sikeresen alkalmazták az IKT eszközök integrációját az oktatásban. A váratlan helyzet ugyanakkor nagy kihívás elé állította a pedagógusok többségét, akik még inkább a hagyományos herbárti frontális módszertan hívei, bár a továbbképzéseken online platformokon már találkozhattak a digitális pedagógiára vonatkozó jó gyakorlatokkal. Az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége még 2015-ben egy kiáltványban foglalta össze a digitális oktatás megújításának tervét, amelyben megfogalmazták, hogy mik a legnagyobb hiányosságok e téren, melyek között megemlítették az elavult iskolai eszközrendszert, az alacsony internet sávszélességet, a rendszergazdák és a karbantartás hiányát, illetve a digitális oktatásra felkészítő pedagógus képzés hiányát. 2016-ban kiadott digitális oktatási stratégia előkészítése során széleskörű szakmai konzultáció keretében elvégzett helyzetelemzés is számos problémát diagnosztizált a digitális transformációval kapcsolatban, például azt, hogy a tanulók jelentős része digitális írástudatlanként hagyja el a köznevelést, hogy a pedagógusok kevesebb mint 20%-a használ állandóan IKT támogatást, hogy bár a digitális készségek átadása kimeneti célként megjelenik a NAT-ban, de a pedagógusok nem támaszkodhatnak egységes tananyagokra és módszertani útmutatásra. A digitális munkarend bevezetését követően az oktatáskutató műhelyek célul tűzték ki a rendkívüli oktatási helyzet felmérését, értelmezését, többnyire online kérdőíves kutatás keretében. A távoktatás tapasztalatainak megismerése érdekében indított országos felmérést a Független Diákparlament, melynek keretében minden érintett diák, tanár és szülő véleményére kíváncsi volt a szervezet a kialakult új rendszerrel kapcsolatban. Az anonim országos felmérésben több mint 26 ezer visszajelzést kaptak. Az ELTE Neveléstudomány Intézetének kutatói a digitális oktatási tapasztalatokat összegző felmérést végeztek kizárólag tanárok körében, amelynek célja, hogy a pedagógusok tapasztalatainak összegyűjtésével segítséget nyújtsanak a megfelelő távolléti oktatási megoldások megtalálásában. A közel 1300 visszajelzésből összegyűjtött eredményeket egy folyamatosan frissülő infografika segítségével tették nyilvánossá. Az egyházi fenntartók közül a Piarista Rendtartomány kutatásért felelős pedagógiai munkacsoportja tartományi felmérést végzett a diákok, a szülők, valamint a pedagógus munkatársak között a digitális távtanulási időszak tapasztalatairól és saját pedagógiai elveik megjelenéséről. Kérdőívüket több mint 3000 válaszadó töltötte ki, a tanulságok rövid összefoglalóját meg is jelentették. Az Eszterházy Károly Egyetem digitális pedagógiai kutatócsoportja regionális felmérést végzett a digitális átállásról, a komplex alapprogramban résztvevő intézmények pedagógusai körében, melyre közel 700 visszajelzést kaptak. A századvég gazdaságkutató szintén végzett online kérdőíves vizsgálatot, amelynek következtetéseit a kormányzat használja fel az oktatáspolitikai döntésekhez. A Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaságtudományi Intézete megjelentetett egy tanulmányt azokról a diákokról,
akikhez a szükséges eszközök hiányában valószínűleg nem jut el a kizárólag digitális szerveződésű oktatás. Az Országos Kompetenciamérés 2017-es egyéni adatai alapján becsülték meg nagyságrendileg, hogy a diákok mekkora részéhez nem juthat el az online távoktatás az eszközök hiánya miatt. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája a felsőoktatás digitális átállásának benyomásait igyekezett összegyűjteni a hallgatóktól. Több mint 22 ezer hallgató töltötte ki a kérdőívet 22 egyetemről és 279 szakról. A hallgatók 40%-a összességében elégedett a távoktatással, de 65%-uk szívesebben vesz részt a hagyományos tanórákon. Fontos visszajelzés, hogy a hallgatók szerint az órák 40%-át a járványhelyzetet követően is ki lehetne váltani távoktatással. Az Európai Bizottság 2020 őszén egy új digitális oktatási cselekvési tervet terjesztett elő, melyben felvázolja a magas színvonalú, hozzáférhető európai digitális oktatásra vonatkozó elképzeléseit. A cselekvési terv kiadása előtt azonban 2020. június és szeptember között a bizottság nyilvános online konzultációt tartott a távoktatási tapasztalatokról, amelyre bármely egyéni résztvevő, illetve intézmény küldhetett véleményt. A kutatások elsősorban a tanárokat célozták, így főként az ő nézeteiket, tanítási gyakorlatukat igyekeztek rögzíteni a válaszok alapján, és megpróbálták felmérni a digitális kompetenciákban való jártasságot. Tudjuk, hogy a pedagógus kulcs szereplője a digitális oktatás hatékony kialakításának, ugyanakkor a korábbi felmérések azt mutatják, hogy a hazai tanártársadalom a járvány előtt csekély tapasztalatokat szerzett az IKT eszközök és módszertan alkalmazásában, ami jelentősen nehezíti a kizárólag távoktatási formában működő tanítási folyamat megvalósítását. A főleg alsó tagozatos gyermeket nevelő szülők nélkülözhetetlen szerepvállalása az oktatási folyamatban rendhagyó helyzetet teremtett a hétköznapokban, és nagy mértékben megterhelte a családok mindennapi időbeosztását, valamint ellehetetlenítette a szülők munkavállalását. A digitális munkarend főként az alsó tagozatos nevelési oktatási célok elérését akadályozta a tantervi előírásokhoz képest. Felső tagozaton és középiskolában már nagyobb önállósággal tudtak együttműködni a tanulók a virtuális osztálytermekben a tanárokkal. De nem felejtkezhetünk el azon hátrányos helyzetű tanulókról, akiknek életkörülményei lehetetlenné tették a digitális munkarendbe való bekapcsolódást. Sok szakember hívta fel a figyelmet arra, hogy a digitális munkarend inkább erősítette a lemorzsolódást, semmint csökkentette. Hamar nyilvánvalóvá vált az is, hogy a digitális távoktatásban érintett szereplők, tehát a tanár, a diák és a szülő mindegyike jelentős többlet idő ráfordításával tud csak a kitűzött céloknak megfelelni, és a legfőbb akadályt a digitális kompetenciák fejletlensége jelenti. A kutatásokat követően az Európai Unióban és Magyarországon is történtek intézkedések a digitális oktatási kapacitás fejlesztésének felgyorsítására. A bizottság 2020 évi nyilvános konzultációjának visszajelzései szerint a válaszadók több mint 60%-a úgy véli, hogy a válság alatt fejlesztette digitális készségeit, és a válaszadók több mint 50%-a tovább is kívánja fejleszteni azokat. A visszajelzések szerint az online tanulási segédanyagoknak és tartalmaknak relevánsabbaknak, interaktívabbaknak és könnyebben használhatónak kell lenniük, ezért célul tűzték ki egy új európai digitális oktatási platform létrehozását, a kompetenciák további fejlesztését, a digitális oktatás terén folytatott együttműködés és tapasztalatcsere erősítését országos és uniós szinten is, valamint az oktatás javítását megfelelő adatelemzések és előrejelzések révén. Az állami iskola fenntartó 2020 őszén bejelentette, hogy a korábban főként iskola adminisztrációs felületként működő Kréta rendszert továbbfejleszti. A Kréta digitális kollaborációs tér kialakításával egy olyan komplex modult hoztak létre, amely segíti a tanárok és a diákok digitális online együttműködését, kommunikációját és a feladatok kiadását, szükségtelenné téve egyéb oktatási szoftverek használatát. A digitális munkarendben a csoport munkához használt kollaborációs szoftverek használata során időigényes feladatot jelentett az intézmények számára az iskola menedzsment rész kialakítása, hiszen fel kellett tölteni a tanárok, a diákok és a tantárgyak adatait. Az új kollaborációs felület a Kréta rendszer integrált moduljaként működik,
így használatához nem szükséges semmilyen további adatfeltöltést elvégezni. Az új fejlesztéssel az online iskolai munkát akarják megkönnyíteni, hogy egy szoftveren belül történjen a tanulási-tanítási folyamat és az adminisztráció. Minden kutatás szempontjából nagyon fontos tényező az, hogy milyen mintavétellel dolgoztunk. Mielőtt a konkrét mintavételről szólnék, pár mondatot arról, hogy az elmúlt évtized azt is mutatja, hogy a hazai oktatási rendszerben jelentős mértékben nőtt az egyházi iskolákban tanulók száma, és az maguknak az egyházi iskoláknak a száma is. Ha a legfontosabb statisztikai adatokat akarjuk feldolgozni, akkor azt látjuk, hogy ma az általános iskolák 14-15%-a egyházi, illetve az ott tanuló diákok ennyit tesznek ki. Ha a középiskolát nézzük, akkor pedig azt tudjuk mondani, hogy a középiskolák esetében ez a szám körülbelül 24-25%. Ebből a szempontból is lényeges, hogy az oktatási irányítóknak, az egyetem fenntartásának, illetve a tanárképzésre foglalkozó szakembereknek milyen kép alakul ki a katolikus iskolákban tanuló tanárok, diákok digitális kompetenciájáról. Ha ránézünk a konkrét mintavételhez kapcsolódó statisztikára, akkor azt látjuk, hogy a katolikus iskolák száma ma 252, és ehhez a 252 iskolához 371 feladatellátási hely tartozik, és 92.618 tanuló jár katolikus iskolában. Ha a megyei bontásra nézzük, ezt mutatja a táblázat, akkor azt látjuk, hogy Borsod megyében, Budapesten, Szabolcs megyében, Bács-Kiskun megyében van a legnagyobb számú katolikus iskola. Ebből is következően a mi mintákban is meghatározó módon van jelen Szabolcs-Szatmár megye, hiszen 38%-ban innen töltötték ki, de az előbb említett megyék, tehát Borsod, Budapest, Bács-Kiskun szintén a magasabb kitöltési számok közelében van. Ha intézmény típust nézzük, akkor azt látjuk, hogy 211 intézmény töltötte ki, ebből 99% egyházi, hiszen alapvetően a kutatásunk erre irányult, és ha az intézmény típuson belül a különböző iskolákat nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy általános iskola adta a kitöltők 50%-át, és ehhez képest lényegesen kevés a gimnáziumi és más iskolából kitöltők aránya. Ha település szerint nézzük meg, akkor egy olyan mintázatot kaphatunk, mi szerint döntően a kisvárosi, városi, megyeszékhelyi intézmények töltötték ki, ez adja a mintának a 60%-át, és ehhez képest oszlik meg láthatóan 17-8 és 15%-ban a többi kitöltő. Ha nem az iskolákra vagyunk kíváncsiak, hanem arra, hogy a kitöltésben kik vettek részt, akkor a következőt láthatjuk. 232 pedagógus töltötte ki a kérdőívet, a 232 kitöltő pedagógusnak 83%-a nő, 17%-a férfi, és az is látható, hogy a kitöltők között életkorban nem a legfiatalabbak, nem is a legidősebbek, hanem az átlag életkorúak adják a kitöltők döntő többségét. Ha a életkori megoszlást látjuk, akkor nagyjából azt állapíthatjuk meg a földolgozó statisztikai adatok alapján, hogy 48 év volt az átlag a kitöltést illetően. A végzettséget tekintve pontosan látszik, mivel döntően általános iskolák töltötték ki, hogy az általános iskolákból következően is
a legtöbb kitöltő főiskolai diplomával rendelkezik, ez 62%, és ehhez képest mintegy egy harmada van olyan, aki egyetemi diplomát kapott. A végzettséghez és a besoroláshoz még talán annyit érdemes hozzátenni, hogy a pedagógus 1-ben, illetve pedagógus 2-ben dolgozók voltak, akik viszonylag nagy számban ezt a kérdőívet kitöltötték. Ha a műveltségterületek oldaláról nézzük, akkor azt látjuk, hogy főleg a természettudomány területéről kerültek ki a kitöltők, de szintén sokan voltak a magyar nyelv és irodalom művészetek területéről is. Ha a kitöltés mellett azt, a műveltségterület mellett azt nézzük, hogy milyen digitális felkészültséggel rendelkeztek a pedagógusok, akkor az adatok arról szólnak, hogy a kitöltők 45%-a nem vett részt ilyen irányú képzésben. Különböző képzésekre jártak, de ezek csak részben járultak hozzá a digitális felkészültségükön. Ha összegezni akarjuk a mintát, akkor azt tudjuk mondani, hogy 99%-ban egyházi intézmények töltötték ki, 211 intézmény és 232 pedagógus. A vidéki, városi, általános iskolák adják a minta 80%-át, és ebben a mintában Észak-Kelet Magyarország dominál, már csak azért is, mert ezen a területen található legtöbb katolikus iskola. Ugye az adatok is ezt igazolják. A kitöltők mintázata igazodik az országos trendekhez, tehát a kétharmadik részük nők, és háromnegyed része 16 évnél több gyakorlattal rendelkezik. Ahogy említettem, 48 év a kitöltők átlag életkora, és 23 év tanítási tapasztalat. Szintén volt róla szó, de összefoglalhatjuk, hogy döntően a pedagógus 1 vagy pedagógus 2 besorolású pedagógusok voltak a kitöltésben legaktívabbak, és a természettudományi területen tanítók jelentik a legtöbb válaszadót. Azt is láthatjuk, hogy 45%-a a kitöltőknek nem vett részt semmilyen digitális felkészülésben. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ez a minta országosan nem, de a katolikus intézményekre többé-kevésbé reprezentatív. Ugye ez azt jelenti, hogy 371-ből 211 töltötte ki, de a pedagógusok arányát tekintve a reprezentativitást nem tudtuk produkálni. Nem is volt egyébként feltétlenül célunk. Látszik, hogy főleg a hátrányos régióból töltötték ki, és az ott lévő általános iskolák helyzetét tükrözi. A kitöltők neme, végzettsége az igazodik az országos trendekhez, és azt is látjuk, hogy leginkább a magasabb óraszámban tanítók voltak a kitöltésben élenjárók. Összegzésként vagy következtetésként tehát annyit lehet mondani, hogy a kitöltők motivációja feltehetően az lehetett, hiszen 45%-uk nem vett részt semmilyen felkészítésben, hogy ennek nyomán eredményesen tudják majd továbbiakban a digitális oktatást végezni. A továbbiakban a tanárok digitális kompetenciájáról szóló eredményeket ismertetném a DICOMP EDU keretrendszer tükrében. A bevezetésként a kompetenciáról néhány szót. A mai pedagógiának ez egy alapvető kulcsfogalma, ami latin eredetű szó alkalmasságot, szakértelmet, hozzáértést, illetékességet, jogosultságot jelent. Ez alapvetően egy kognitív értelmi tulajdonság, de nyilván szerepet játszanak benne motivációs elemek, érzelmi, emocionális tényezők is. A nevelés során a mai pedagógia ezért használja ezt a fogalmat, mert tulajdonképpen a tanulókat alkalmassá kell tennünk, vagy képessé kell tennünk bizonyos tevékenységekre. Az Európai Unió is megfogalmazta ezeket a kompetenciákat, és ezek közül a legfontosabbakat, amelyek szükségesek a személyes önmegvalósításhoz, aktív polgársághoz, társadalmi beilleszkedéshez, foglalkoztatáshoz, azokat kulcskompetenciának nevezte, és ezek között található meg a digitális kompetencia is. A digitális kompetenciáról is született egy EU-s meghatározás.
Igazából az információs társadalmi technológiák magabiztos és kritikus használatát jelenti a munka, a szabadidő és a kommunikáció terén. Gyakorlatilag egyfajta számítógép és internet használat, egy biztonságos számítógép és internet használatot jelent a digitális kompetencia. Ahhoz, hogy ez értelmezhető legyen a pedagógiában, kidolgoztak egy olyan DICOMP nevezetű rendszert, amely megfogalmazta azokat a kompetenciákat, amelyek az EU polgárai számára szükségesek ahhoz, hogy a digitális technikával tudjanak élni, tudják használni. Itt 5 kompetencia területet fogalmaztak meg, és ehhez tartozóan 21 részkompetenciát. Fontos ennél a kompetencia rendszernél, hogy figyelembe vettek jogi, etikai, egészségvédelmi, környezetvédelmi szempontokat is. Itt látható ez a 5 kompetencia, részletesen nem sorolom fel, ugye információs műveltség, kommunikáció, tartalomalkotás, biztonság és probléma megoldás. Ahhoz, hogy ezeket a kompetenciákat ugye az EU állampolgárok birtokolják, nyilvánvaló, hogy az oktatásban, a nevelésbe kell ezekre felkészíteni az embereket, vagyis az iskolába, a tanulás során. Ezért az EU megfogalmazta az úgynevezett DICOMP Edu keresztrendszert is, amely a tanárok számára határozza meg azokat a kompetenciákat, amellyel tulajdonképpen ők alkalmassá válnak arra, hogy a tanulókat is fel tudják készíteni ezekre a digitális kompetenciákra. Itt látható a keretrendszer. Valószínűleg egy ilyen szaloncukor juthat az ember eszébe. Erre majd visszatérek később, mert a kutatás picit ezt a ábrát is valahogy megjelenti. Az látható, hogy van 4 olyan terület, ami inkább a tanár saját kompetenciát jelenti, és a 2 szélén látható a konkompetenciák, egyik részt, amelyek a tulajdonképpen a tanár kompetenciáját a többi pedagógus kompetenciájához kapcsolják, és a másik oldalon pedig azok, amelyek a tanulók digitális kompetenciájához kapcsolják a tanár kompetenciáit. Itt látható részletesen, most nem ismertetem itt az ábra egyes meghatározásait, a kutatás ismertetésénél erre majd rátérek részletesen. Kutatásunk azért használta ezt a DICOMP Edu rendszert. Egyrészt az EU tagállamokban, akár a magyar esetben is nincsenek részletesen kidolgozott ilyen kompetenciák. Másrészt nyilvánvaló, hogy ez az EU tagállamokban egy alap, egy minta, amihez kell alkalmazkodni. A továbbiakban azokat a kérdéseket mutatnám be, amelyek tükrözik valamilyen módon a tanárok kompetenciáit. A 18-as kérdés arra vonatkozott, hogy mi a véleménye a tanároknak a saját tartalmak fejlesztéséről a tanítás során. Itt az látható, hogy a tanárok elég jelentős részben, ugye 32-32+11%-ban hoznak létre saját tartalmakat, és igazából csak 22% van, aki szeretne létrehozni tartalmat, de nem rendelkezik ezen ismeretekkel, és 3% pedig nem tartja ezt fontosnak. Ez szerintem egy egész jó eredménynek mondható. A 24-es kérdés arra kérdezett rá, hogy mi volt a fő célkitűzése a tanároknak a digitális oktatás időszakában, és itt 3 célt kellett megjelölni. Látható, hogy az érdekes feladatok adása, valamint a tanulók lekötése és az önálló munka volt kiemelkedő. Itt megjegyezném, hogy az együttműködést igénylő csoportmunkák adása az csak 7%-kal szerepelt, erre majd a későbbi értékelésben még visszatérek. A 30. kérdés pedig arra vonatkozott, hogy ön szerint milyen digitális megoldásokkal lehetne hatékonyabbá tenni a pedagógiai munkát. Itt is 4 lehetőséget kellett bejelölni. Itt a tanárok önben kész anyagokat várnak. Egyrészt olyanokat, amelyeket ők maguk is alakíthatnak, de igazából útmutatókat, módszertani útmutatókat várnak, amelyeket fel tudnak használni. Ez elég nagy arányban fordult elő. Talán itt is egy picit azok a megoldások, amelyek valamiféle együttműködést igényelnek, hátrébb szorultak. Ugye a tanulókkal történő tanulói együttműködés az 22%, és a többi tárgyal összefüggő vagy kapcsolódó munkák pedig csak 19%. A 31. kérdés pedig arra vonatkozott, hogy jelöljék be azokat a digitális kompetenciákat, amelyekben ők valamilyen jártasságot
gondolnak a maguk számára, vagy értelmeznek maguk számára. Itt ami kiemelendő, hogy a biztonságos használat az nagyon jó eredmény született, miben 36% és 51% körültekintően használja ezeket a digitális eszközöket. Ami egy picit talán hiányos, hogy tanulásszervező programokat kevesebben használnak, 27% és 10%. Erre is majd kitérek az értékelés során, hogy ez ebből mik vonható le, milyen következtetés vonható le. És a következőkben pedig egy összevetést mutatnék be a DIC-COMPEU kompetenciáival. Az első kompetencia, ez a szakmai elkötelezettség. Itt az látható, hogy egy jó eredmény született, hogy a folyamatos szakmai fejlődést, azt, hogy önálló tartalmakat hozzanak létre, 75% tartotta fontosnak. Alakítható tananyagokat szeretnének létrehozni, 67%, tehát itt is látszik az aktivitás. Digitális tartalmakat kb. 50-49% készít. Ami tulajdonképpen egy kicsit negatívabb eredmény, ezt a lefelé mutató nyíllal jeleztem, hogy a szakmai együttműködést nem tűnik olyan erősnek, ugyanis csak 11% inspirálja a kollégáit, vagy segít a kollégáinak ebben a munkában. A második kompetencia terület a digitális források. Itt is jó eredmények születtek, ugye a létrehozás, használat, módosítás nagyon magas, az előzőekből látható százalékok alapján nagyon magas. Az iskolai kommunikációban 87%, 55% és 32% használja gyakran és minden nap a digitális eszközöket, és az interneten segédanyagokat 89% keres, tehát ez is egy jó eredmény. Ugyanakkor, ahogy említettem, a digitális források védelme, ugye körültekintően használja 87% a digitális eszközöket. Ami itt negatív tendenciát mutat, a digitális források megosztása. Itt úgy tűnik, ugye, hogy 89% interneten keres digitális anyagot, de ez azt jelenti, hogy nem egymás közt, hanem mindenki önmaga keres digitális anyagot. A harmadik a tanulás és a tanítás folyamata. Itt a digitális eszközök használatáról van szó. Ugye ez megint csak látható az előzőekből nagyon magas, 87%. A digitális eszközök összehangolása az oktatási és a tanulási folyamattal. Itt egy ilyen kettős eredményt láthatunk. Egyrészt 67% jelölte be azt, hogy a kész, lealakítható tananyagot tartja szükségesnek, tehát valószínű, hogy összehangolja a saját tanulási folyamatával, hogyha alakíthatót tart fontosnak. Ugyanakkor 61% jelölte azt, hogy módszertani útmutatókat és digitális óraterveket, és 61% pedig a kész tananyagokat tart fontosnak. Ez pedig azt jelzi, hogy mégiscsak azt várják, hogy valami olyan anyag legyen, ami nem feltétlenül az ő tanulási folyamatokkal függ össze, vagy amit nem nekik kell alakítani. Itt is megemlíthető az együttműködő tanulásnak a negatívabb tendenciája, ugye itt az együttműködési minták szükségességét 22% tartotta fontosnak, és a csoportmunkák adását, mármint a tanulóknak pedig 7%. A negyedik kompetencia az értékelés. Itt tulajdonképpen egy ilyen 50-43%-os eredmény született, tehát hogy használják a digitális eszközöket, ez talán lehetne jobb is. Itt kiemelkedő a természettudomány, társadalomtudomány oktatók és a felső tagozatos és a mestertanárok aránya. Ami talán egy picit meglepő, hogy az idegen nyelvet tanítók csak 39%-a használja, pedig nyilván itt a tesztek vagy ilyen nyelvtani tesztek talán gyakoribbak lehetnének. A visszajelzés és a tervezés, ez inkább áttételesen következhethető, hogy negatívabb tendenciát mutat, hiszen az online tanulás szervező programok használatát csak 27% és 10% tartotta fontosnak, pedig pont ezek tennék lehetővé azt, hogy egyfajta visszajelzést kapjon a tanár. A tanulók támogatása kompetenciával kapcsolatban az, hogy a tanulók hozzáférését, befogadását segítik a tanárok, az előzőekből is látható, ugye érdekes feladatokat adnak, le akarják kötni a tanulókat, tehát nyilván elősegítik ezeket a tanulói tevékenységeket. Az aktív befogadás talán nem olyan jó eredmény született,
Ugye a tanulókkal történő tanulói együttműködés csak 22% jelölte be, és a tematikus digitális projekteket, ami több tárgy összevonását jelenteni, csak 19%, pedig ezek aktív tevékenységet igényelnének a tanulóktól. A differenciális a személyre szabás, pont azért, mivel a tanulásszervező programokat nem nagyon használják, ez is inkább negatív jellegű, hiszen pont ezek a programok segítenék elő azt, hogy figyelembe tudja venni az egyes tanulói adottságokat vagy képességeket. A hatodik a segítségnyújtás a tanulók digitális kompetenciájának a fejlesztéséhez. Itt talán mondjuk a helyzethez képest jónak mondható az, hogy a tartalom létrehozás és az önálló munka adása, mármint a tanulóknak a 42%, mondjuk így a kezdeti időszakban ez szerintem egy jó eredménynek mondható. A felelős használat kifejezetten eredmény nem született erre, de mivel hogy a tanárok önmaguk 87%-a ezt fontosnak tartja, valószínű, hogy a tanulók felé is van egy ilyen elvárás. A probléma megoldás, digitális probléma megoldás, ugye az előzőekből következő itt az együttműködés és a tematikus projektek viszonylag alacsony százaléka miatt nem mondható pozitívnak. Összegzésképpen pedig azt mondható, hogy azok a kompetenciák, amelyek jó eredményt, tehát ilyen 70-80% eredményt mutattak, a következők. A tanároknak a folyamatos digitális szakmai fejlődése, a források létrehozása, a módosítása, a tartalmak létrehozása, a kezelés, védelem, körültekintő használat, oktatási segédanyagok használata, és hogy a tanulókat szeretnék lekötni, ez mindenképpen pozitívum. Ami talán fejlesztendő terület lehet itt az előző eredményekből következően, a szakmai együttműködés, itt a kollégákkal is értendő, a tanulók felé az együttműködést igénylő csoportmunka, az önszabályozó tanulás, az önálló munka adása és a digitális mérési értékelési eszközök, például a tesztek használata. Fejlesztendő lenne a digitális projekteknek a több tárgyal való összevonása és ezek alkalmazása, és a segítségnyújtása a tanulók digitális kompetenciájának a fejlesztéséhez. Legvégül pedig azt szeretném talán ilyen összegzésként megfogalmazni, hogy az látható, hogy azon kompetenciák, amelyek az egyéni és önálló tevékenységhez szükségesek, ott nagyon jó eredmények születtek, viszont azok a kompetenciák, amelyek az együttműködéshez és a közös tevékenységhez szükségesek, ott sajnos nem születtek olyan jó eredmények, és visszautalnék erre a szaloncukor ábrára, ahol a négy tanári kompetencia, ami mintegy a tanár önmaga kompetenciát jelenti, azok jók voltak, és a szaloncukornak a két szára, ami a tanulók és a kollégák felé való kapcsolódás vagy együttműködést jelzi, ott voltak olyan eredmények, amelyek azt mutatják, hogy ezeket fejleszteni kell. Köszönöm a figyelmet. A következőkben a digitális kutatás legfontosabb módszertani eredményeit ismertetjük. Elsőként a didaktikai fogalomrendszer legfontosabb elemeit szeretnénk megemlíteni. Ezek közül a legátfogóbb az oktatási stratégia, amely a tanulási környezetekben megvalósuló, neveléstudományi elméleti beágyazottságú módszerek, eszközök, szervezési módok és formák komplex rendszere. Ezen belül a legfontosabb fogalomként a tanítási módszer jelenik meg, amely alatt az oktatás legalapvetőbb egységeit, tanórai tevékenység elemeket, fogásokat magában foglaló, tanuló és tanár részvételével zajló szervező munkát értjük. Egy komplex tevékenységrendszerről van tehát szó, amelynek része a tanórai tevékenység, valamint a tanuló és a tanár részvételével zajló szervező munka is. Az informatikai és telekommunikációs forradalom következményeként az oktatás elméletben megjelent az internetre és technikára alapuló oktatásfejlesztési törekvéseket összefoglaló csúcsfogalom az e-learning. Az e-learning akcióprogram szerint az e-learning multimédia technológiák és az internet használata a tanulás minőségének javítására azáltal, hogy ezek az új technológiák megkönnyítik, illetve lehetővé teszik a tanulást segítő erőforrások és szolgáltatások elérését, valamint egymástól távol lévő tanulók cserekapcsolatainak és együttműködésének megvalósítását. Az e-learning során zajló tanulásszervezés és támogatás három forrás elemeit olvasztják magukba. Azt a tanulási folyamatot, amelyben a számítógép mint multimédiás oktatási tanulási eszköz jelenik meg, és a felhasználását a korábbi oktatástechnológiai eszköztárból átvettek határozzák meg, számítógéppel segített tanulásnak nevezzük.
Amennyiben a fizikailag referenciálható tanulási környezetet megváltoztatjuk a számítógépek világhálóra történő csatlakoztatásával, az információhoz történő hozzáférés és az elektronikus telekommunikáció határtalaníthatja a tanulási-tanítási folyamatot. Ezt a helyzetet webalapú oktatásnak nevezzük. Amikor pedig a társadalmilag egységesített iskolai jelenlét az oktatás keretrendszeréből eltávolodunk, fizikai értelemben is, távoktatásról beszélünk. Az e-learning keretei között zajló tanítás során lehetőség van szinkron és aszinkron munkaformák párhuzamos működtetésére. A táblázat két paraméter mentén rendezi el a jellemző e-learning aktivitásokat, a tanulás módja és a kommunikáció formája tükrében. A tanulás az e-learning esetében is lehet egyéni, individuális vagy társas, szociális tevékenység, úgynevezett együttműködő tanulás. A tanulási folyamat során igénybe vett kommunikációs forma lehet online, valós idejű szinkron, illetve offline, tetszőleges idejű aszinkron. E-learning tananyagok programok tervezéséhez a négy szegmens különböző kombinációi adhatnak ötleteket. Az irodalmi háttérrel foglalkozó utolsó diánkon a DigiComp Edu 2019-es európai keretrendszer vonatkozó elemeire térnénk ki. A DigiComp Edu célja a pedagógus digitális kompetenciák összegzése. 6 fő kompetencia területet tartalmaz, amelyek a szakmai környezet, a digitális erőforrások feltárása, létrehozása és megosztása, a digitális eszközök használata, illetve összehangolása az oktatási és tanulási folyamattal, az értékelési folyamat segítése digitális eszközökkel és stratégiákkal, a tanulók bevonása digitális eszközök segítségével, illetve a tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztése. Ez egy olyan kompetenciaháló, amelynek egyes elemei kölcsönhatásban vannak. Tehát egy pedagógus kompetencia fejlődése közvetlen hatással van a tanulói kompetencia fejlesztésre. A kutatás módszertani eredményei a modell 3-as és 5-ös pontjához köthetők. A következőkben az empirikus kutatás módszertanra vonatkozó eredményeit szeretnénk röviden összefoglalni. Elsőként a digitális módszerek használatának gyakoriságával kapcsolatos eredmények következnek. A válaszadók 4 fokú skálán jelölhették, hogy az adott módszereket a tantermen kívüli digitális munkarendben soha, ritkán, hetente vagy naponta alkalmazzák. A 4 fokú skála eredményeit egy 0-tól 100-as gyakorisági mutatóvá konvertáltuk. Elsőként a 16-25 év tapasztalattal a digitális módszerek alkalmazásának gyakorisági mutatója a legmagasabb, ez egy 70-es érték. Ezzel szemben a pályakezdők digitális módszer használatának mutatószáma kapta a legalacsonyabb értéket, 44-et. Ezek alapján kapcsolat feltételezhető a fizikai osztálytermi tapasztalatok mennyisége és a digitális módszertan alkalmazási hajlandóság között. Körülbelül 2 évtizedes tapasztalattal rendelkezők alkalmazták leggyakrabban a digitális módszereket. Feltételezhető, hogy az osztálytermi tanulási tapasztalattal nagyobb a hajlandóság a digitális távoktatás korszerű szervezésére. Megnéztük azt is, hogy a pedagógus életpálya különböző kategóriáiban dolgozók milyen digitális módszereket alkalmaznak. Összesen 13 kutatási elem közül választhattak, ezek közül a legtöbbet, több mint a felsoroltak felét a mestertanárok alkalmazzák. A társadalomtudomány tanulási terület tanárai, ők alkalmazták a legtöbb felsorolt módszert, átlagosan 8 módszert ismertek a felsoroltak közül, míg a második csoport a természettudományok tanáraiként alig maradt el ettől. Az eredményekből az látható, hogy az idegen nyelvi és a bölcsészettudományi jellegű tárgyak kutatásunkban résztvevő pedagógusai kevesebb módszert alkalmaznak. A következő dián az egyes módszerek megjelenési gyakoriságát láthatjuk különböző iskolatípusokban. Általános iskolában a leggyakoribb a tanulási módszerek játékelemekkel történő kibővítése, gimnáziumban pedig a videokonferencia. Vélhetően a kérdezve kifejtő módszer online változata. Általános iskolában alulreprezentált a virtuális, virtual reality és kiterjesztett valóság, augmented reality, az ilyen terek alkalmazásának gyakorisága. Érdemes lehet ennek okait további feltáró kutatásokban vizsgálni.
Játék vagy gamifikáció kérdéskörét a szimpózium nyílt kérdésekkel kapcsolatos, illetve a mérés értékelés bemutató szakaszai tovább tárgyalják. A digitális módszer használat gyakorisága tanulási területek eloszlásában különböző eredményeket mutat. Távoktatás időszaka alatt több digitális tankönyv vált ingyenesen hozzáférhetővé, válaszadóink hipotézisünk szerint ezekkel kapcsolatban adtak aszinkrón ismeretrendszerezési házi feladatokat. A leggyakoribb aszinkrón feladatfeldolgozás mellett a két legritkábban alkalmazott módszer a tanulói prezentáció és az online csoportmunka. Ugyanakkor ez az a két forma, amely a különböző kompetencia területeket leginkább integrálja. Feltételezhetjük, hogy a tanárok attitűdje a diákok általános önálló tanulás szervezési képességeiről inkább negatív, tehát a válaszokból következtethetünk arra is, hogy nem bízzák a diákokra a saját tanulási folyamatuk irányítását. A következő oldal a tanulás támogatási módszerek helyettesíthetőségét mutatja az adott iskolatípusban. A válaszok alapján megállapítható, hogy a két leginkább helyettesíthetőnek vélt módszer a szemléltetés és az információ közlés. Ezzel szemben az online térben legkevésbé helyettesíthető módszer a vita és a tanulói felelet. A válaszokkal kapcsolatban arra gondolhatunk, hogy a kitöltők a szóbeli vita auditív-orális jellegétől nem vonatkoztatnak el, például az írásban történő megvalósításra. A projektmunka meghatározó gimnáziumban és második legkevésbé helyettesíthető alsó tagozatban. Erről arra következtethetünk, hogy a válaszadók valószínűleg komplex szervezést igénylő projektekben gondolkoznak, és hogy a diákok alacsony életkora vagy kognitív fejlettségi szintje, esetleg tanulói autonómiájuk hiánya ezek kivitelezését megnehezíti. A következő szlájdon bemutatjuk, hogy miként helyettesíthetők a tanulástámogatási módszerek a különböző tanulási területek pedagógusai szerint. A projektmunka módszer helyettesíthetősége kapcsán azt tapasztalható, hogy a legnagyobb eltérés a különböző területek között szerepel. A válaszok alapján ez a módszer a művészetek tanulási területen a legkevésbé helyettesíthető, míg a társadalomtudományok területen a leginkább átültethetőnek vélt. Viszont idegen nyelv és társadalomtudomány tanulási területeken helyettesíthetőnek ítélték ezt a résztvevők. Végül érdemes lenne további interjú alapú vagy fókuszcsoportos kvalitatív kutatásokban vizsgálni, hogy a művészetek területén miért nem alkalmazható a vita módszere. Az utolsó dián a pedagógus életpálya három fokozata látható. A válaszok alapján az a tendencia rajzolódik ki, hogy a mestertanár kitöltők rendelkeztek a legjelentősebb arányú előzetes jártassággal, míg a legkisebb arányban a pedagógus 2 fokozattal rendelkező válaszadók. Az elhangzottak összefoglalásaként szeretnénk kiemelni az eredményeket. A távoktatási munkarend leggyakrabban használt tanítási módszerei a videokonferencia hívás és az írásos chat volt. A különböző iskolatípusok eloszlásában a leggyakrabban használt módszerek úgy alakultak, hogy általános iskolában a módszerek kiegészítése történt játékelemekkel, középiskolában az előadást alkalmazták leggyakrabban. A különböző tanulási területek pedagógusai között nincs különbség a tekintetben, hogy mely módszereket ítélték ők a legnépszerűbbeknek. Minden területen a szemléltetés és a tanulókkal való kommunikáció, illetve előadás volt a leggyakoribb. A megkérdezett pedagógusok az online térben leginkább implementálhatónak a szemléltetést és a kommunikációt, vagyis a tanulókkal való információközlést tekintették. A továbbiakban a differenciálásról és a teljesítményértékelésről szeretnék picit bővebben is beszélni. Azért emeltük ki ezt a két területet a kutatásból, mert a DICOMPEDU keretrendszer külön megnevezi ezt a két területet, mint a digitális kompetencia két területét. A differenciálás kérdése a múlt század végétől van napirenden Európában, a 80-as évektől Magyarországon. A közoktatás tömegessé válása eljuttatta ahhoz a felismeréshez a köznevelés közoktatás szereplőit,
hogy az egységesen kínált célok, egységesen kínált tartalom, egységes módszerek nem feltétlenül célra vezetőek, nem juttatják el a gyerekeket maradéktalanul a képességei kibontakoztatásához. Tehát azt a szemléletet, ami arról szól, hogy a gyereknek kell az iskolához alkalmazkodni, egyre inkább felváltotta az a szemlélet, amikor az iskola is megpróbált a gyerek igényeihez, illetve szükségleteihez alkalmazkodni. A differenciálás különbségtevést jelent, vagyis az egyéni sajátosságokhoz, egyéni különbségekhez való igazodásban érhető tetten. Ez jelenti a tanulási célok szintjén történő igazodást, a tartalomválasztásban történő igazodást, a módszereszköz szervezési forma, és végső soron még a számonkérés értékelés differenciálásáról is beszélhetünk. A differenciálás tehát a személyre szabott tanulást igyekszik megvalósítani. A múlt század végén, a 21. század elején a differenciálás mellett megjelent az adaptivitás fogalma is, ami egy alkalmazkodva fejlesztés, fejlődést jelent, aminek a fókusza az egyéni szükségletek. Az adaptivitás azért több, mint a differenciálás, mert itt az egységesség, illetve az egyéni szükségletekhez való alkalmazkodásnak a harmóniáját tapasztaljuk meg, vagyis úgy vagyunk tekintettel az egyéni különbözőségekre, hogy nem akarjuk ez alapján szegregálni és valamilyen csoportba sorolni az egyes tanulókat, hanem együttesen próbálunk meg mindenkinek az igényéhez valamelyest igazodni és valamelyest támogatni kinek-kinek a tanulási tevékenységét. Könnyen belátható, hogy a digitális oktatás során ez egy igen nehéz feladat. Tehát akkor, amikor a pedagógusok azzal voltak elfoglalva leginkább, hogy a tanulást megszervezzék, kevésbé tudtak arra odafigyelni, hogy kinek-kinek az egyéni igényeihez mérten is tudjanak tanulásszervezést végezni. Ez az adatokból is visszaköszön, mert hogyha megvizsgáljuk ezt a grafikont, és már az előzőben az egyik kollégám, Kormos kollégám ezt jelezte, bizony a pedagógusok bevallása szerint nagyjából 70%-os gyakorisággal mondják azt, hogy nem sikerül a differenciált feladatkiosztás, tehát egységes feladatkiosztással dolgoznak. Mégis van egy pici különbség az egyes alcsoportok között, ugyanis azt állapíthatjuk meg, hogy a 30-as, 50-es korosztálynál a legjellemzőbb a differenciálás, de ez is igen szerényen van jelen, tehát egy ilyen 16% körül, míg a 60 év fölöttieknél, illetve a pályakezdőknél, 30 év alattiaknál ez a legkevésbé jellemző. Az is egy nagyon érdekes adat a kutatásból, hogy a művészetek, illetve a testnevelés területeken jelenik meg leginkább és legjellemzőbben a differenciálás. Az értékeléssel kapcsolatban ugye a DIKKOMP negyedik területéről beszélünk, ahol is a stratégiaválasztás, a bizonyítékgyűjtés, vagyis hogy a mérés, ami alapján ugye az értékelést megtesszük, illetve a visszajelzésnek a kitüntetett területeit nevezi meg a negyedik DIKKOMP részterület. Tehát az értékelés esetében a formatív, a szummatív, illetve a diagnosztikus formák a digitális oktatás keretei közt kicsit összemosódni látszanak, tehát a pedagógusoknak nem volt arra lehetőségük, hogy formatív értékelést vagy diagnosztikus értékelést végezzenek. Azt kell, hogy mondjam, hogy a szummatív értékelési eredményekkel is nagyon elégedettek lehetünk, amennyiben az hiteles tudást tükröz. Az értékelés alapjára kérdeztünk rá, tehát hogy hogyan gyűjtöttek adatot, mire próbáltak meg érdemjegyet adni. A kiosztott feladatok teljesítése volt az, ami a legmagasabb értéket érte el a válaszadók közt. Ezt követte a tesztfeladatok, illetve a pontozásos teljesítményértékelési forma. Ebben a 61 év fölötti csoport képez kivételt.
Amikor azt kérdeztük a pedagógusoktól, hogy mi volt az értékelés alapja, 40-50%-os gyakorisággal az általuk kiosztott feladatoknak a teljesítését jelölték meg. Második helyen a tesztfeladatok, és harmadik helyen pedig a pontrendszer, valamilyen logika szerinti pontrendszer került megnevezésre. Tehát a tantárgyhoz, osztályhoz illeszkedő feladatkiosztás jellemezte leginkább a teljesítményértékelést. Ezen a dián nagyjából ugyanezt látjuk. Azt szeretném még hozzátenni, hogy az egyéb válaszoknál, akik az egyéb választ jelölték be, a házi feladatok, a szóbeli feleltetés, az egyéni munka, órai munkának az értékelése jelent meg, vagy még az is megjelent, hogy az előzőekben felsorolt, vagyis hogy a kiadott feladat, a pontozás, illetve a teszt együttesen képezi az egyéb adatokat. Két utolsó érdekes adat ehhez a témához. Megerősítődik a Kormos tanár úr által már említett tény, miszerint a mesterpedagógusok értékelik a legváltozatosabb módszerekkel a tanulói teljesítményeket ezen a mintán, illetve azt is hallottuk már, és ennél a kérdésnél is megerősítést nyert, hogy a tesztfeladatokat leginkább az idegennyelvi társadalomtudományi területek teljesítményértékelésére használták a pedagógus kollégák. A pontgyűjtés érdekes módon a magyar nyelv és irodalomból, valamint az idegen nyelvből volt a leggyakoribb. A digitális oktatás megszervezésekor ismernünk kell a résztvevők eszközellátottságát. Az intézmények a korábbi években pályázatokon asztali számítógépeket és laptopokat nyerhettek el. Napjainkban a tanárok és tanulók nagy része rendelkezik asztali számítógép, laptop, tablet vagy mobiltelefon egyikével, vagy akár több eszközzel. A hardware-ellátottságon túl figyelembe kell venni, hogy milyen szoftvert használnak az oktatás szereplői. 2001-ben indult meg a Campus kezdeményezés, mely a felsőoktatás résztvevőinek biztosította az oktatást segítő ingyenes szoftverek használatát. 2004-től pedig a közoktatásban dolgozó pedagógusok és diákok díjmentesen vehetik igénybe a Microsoft Office termékeit a Tiszta Szoftver programon keresztül. A hardware és szoftver ellátottság azonban csak egy része a digitális oktatás feltételrendszerének. A pedagógusoknak és a tanulóknak, de sok esetben a szülőknek is felhasználói szintű jártassággal kell rendelkezniük. A digitális oktatás szereplői különböző területeken érintettek. A pedagógusok mindennapi munkája szorosan összefonódik a digitális léttel. Az adminisztratív feladataikat internetes felületen végzik. Az órákra való felkészüléskor már nem csak a tankönyveket, munkafüzeteket, tanári segédleteket használják, hanem az internetes forrásokat, feladatokat is beleemelik repertoárjukba. Emellett a minősítési eljárásban lévő indikátorok között a digitális kompetencia már megjelent. Az oktatáshoz kapcsolódó más dokumentum, a kerettanterv, harmadik osztálytól kezdődően beemeli a digitális kultúra témakörét, így a tanulók már a tanítási órákon találkoznak ezzel. Emellett az ismereteiket és tapasztalataikat informatika órán rendszerezik, elmélyítik. Ahhoz, hogy ez a folyamat eredményes legyen, nem szabad elfelejtkezni a szülői támogató háttérről. Az otthoni internetellátottság és hozzáférés része ennek a folyamatnak. Érdemes kiemelni, hogy évről évre nő a vezetékes és mobil internet előfizetések száma. A hangsúlyt arra kellene tenni, hogy a világhálón hogyan és miként létezzünk. Tudatos médiafogyasztókká váljanak a gyerekek, így az iskolai feladatok és elvárások mellett a szülői mintaadás is kiemelt fontosságú. Feltételezem, hogy az otthoni körülmények lehetőséget biztosítanak a digitális oktatásra. A kérdőívben arról érdeklődtünk, hogy a pedagógusok mennyire elégedettek az informatikai ellátottsággal. A tanulók otthoni lehetőségeit feltérképezve arra az eredményre jutottunk, hogy a diákok nagy részének vannak használható eszközei.
négyötödüknek jó minőségű hardware áll rendelkezésükre, valamint közel 85%-uknak adott az internet hozzáférés. Továbbá az eredmények alapján a szülők is támogatták a digitális oktatást. A válaszok alapján ezen hipotézésemet igazoltnak tekintem. Az alapdokumentumok között a NAT és a kerettanterv kitér a digitális kompetenciára. Ezáltal feltételezem, hogy a tanulók felkészültek voltak a digitális oktatásra. A válaszadó pedagógusok 5%-a mondta, hogy kiváló a diákjaik digitális kompetenciája, 39%-uk megfelelőnek tartja. Legnagyobb arányban azonban elfogadhatónak vélik, míg 13%-uk állítja, hogy elmaradásuk van a tanulóknak ezen a területen. Az adatokat látva ezt a feltételezésemet is beigazoltnak tekintem, de meglepő volt az elmaradást kiemelőknek a száma. Hipotéziseim között szerepelt, hogy a tanároknak kevésbé okozott problémát a digitális oktatás. A válaszadók nagy része nyitott volt a módszer felé. Minden tizedik tanár válaszolta, hogy elmaradott az eszközellátottság, valamint ugyanennyien számoltak be az eszközök minőségének elmaradottságáról. Látható, hogy a dimenziók nagy részénél a tanárok megfelelőnek, elfogadhatónak tartották az informatikai ellátottságot. Az állításom beigazolódottnak tekinthető. A kérdéskör kapcsán azonban kiemelném az oktatás szervezés problematikáját, melyet külön vizsgáltam. Kíváncsi voltam arra, hogy milyen platformhoz nyúltak a digitális oktatás során. Azt gondoltam, hogy az iskola egy egységes kommunikációs és számonkérési felület kezelését várja el a tanároktól. Meglepően tapasztaltam azonban, hogy a válaszadók egyötöde azt nyilatkozta, hogy nem volt egységes iskolai platform. A megkérdezettek 40%-a a Google Classroom, míg 18%-a a Microsoft Teams felületet választotta. Minden tizedik tanár a Kréta rendszert említette, míg többen saját tapasztalatról számoltak be, említették, hogy a Facebook Messengert vagy az Edmondót részesítették előnyben. Hipotéziseim között szerepelt, hogy az idegen nyelvek esetében könnyebbséget jelent a hagyományos óra digitális térbe való átültetése, mint például a készségtárgyaknál. Úgy vélem, hogy a tanulóknak sokkal több honlapot, játékot, filmet, videót, hanganyagot tudok az online felületen felkínálni, mint mondjuk tornaórán vagy a művészeti tantárgyaknál. A válaszadók azonban nem tettek számottevő különbséget e téren. 10%-hoz közeli mind az idegen nyelv, mind a testnevelés és a művészetek területén oktatók véleménye, hogy elmaradott a digitális oktatás az adott tárgyban. A válaszadók azonban nem tettek számottevő különbséget e téren. 10%-hoz közeli mind az idegen nyelv, mind a testnevelés és a művészetek területén oktatók véleménye, hogy elmaradott a digitális oktatás az adott tárgyban. Hasonló százalékos értékeket kapunk a kiváló digitális tanóra megszervezést és kivitelezést illetően. Jelentős eltérést mutat, hogy az idegen nyelv esetében a válaszadók 56%-a mondja megfelelőnek ezt a fajta módszertant és megvalósítást, ami 15%-os különbség ugyanezen értékek, testnevelés és művészeti órák esetében. Így ezen állításomat félig igazoltnak tekintem. A kitöltött kérdőívek számos érdekes és elgondolkodtató adatot szolgáltattak a digitális oktatás egyházi intézményekben történő megvalósulásáról. A következőkben a kommunikáció, a kapcsolattartás, tudásmegosztás és segítségkéréssel kapcsolatos eredmények ismertetésére kerül sor a leíró adatok alapján. A személyközi kommunikáció, amivel nevelünk, fontos eleme, hogy a partnerek folyamatosan jelzik egymásnak pozitív vagy negatív reakcióikat, növekvő, csökkenő vagy változatlan érdeklődésüket, jelzik kommunikáció kezdeményezését, megváltoztatását és befejezését. A nonverbális csatornára tehát folyamatos figyelem irányul. A kérdés az, hogy a virtuális térben hogyan érvényesül a kommunikáció, valamint hogyan tartható fenn a kapcsolat, mind a diákokkal, mind a szülőkkel. Segítségkérés esetén fontos szempont, hogy a segítő személy kiválasztása miként történik, a segítségnyújtási viszony,
alapvető összetevője a segítő jellemzői, illetékes-e az adott személy, mi a szakterülete, valamint az elfogadó jellemzői, kezdeményezője, ha segítségre van szüksége. Ezek módosító hatást gyakorolnak a segítség elfogadásának következményére. A segítségnyújtás jellegzetességei, például a segítség mennyisége, és a kontextus jellemzői, például a viszonzás lehetősége, befolyásolják az elfogadó lekötelezettség érzését. A következőkben a szülőkkel és diákokkal történő kapcsolattartás formáinak ismertetésére kerül sor a leíró adatok alapján. Arról kérdeztük a résztvevőket, hogy milyen kommunikációs formák jellemezték a szülőkkel és diákokkal történő kapcsolattartást a digitális munkarend során. A diagramon láthatjuk összegezve az eredményeket. A két legtöbbek által választott kapcsolattartási forma a folyamatos tájékoztatás és reakciókérés a virtuális térben, valamint az értesítések, információk megosztása digitális felületeken. Láthatjuk, hogy az eloszlás hasonlóan alakul iskolatípustól függetlenül is. A leíró adatok szerint tehát nem láthatunk különbséget a kapcsolattartás formáiban a digitális térben. Az eloszlás szintén hasonlóan alakul, tantárgyanként is, tehát a tantárgytól szintén független. A diagramon összegzett leíró adatok szerint, tehát nem láthatunk különbséget a kapcsolattartás formáiban a digitális térben. Azt kérdeztük a résztvevőktől, hogy megosztották-e a digitális pedagógiával kapcsolatos jó gyakorlatukat a kollégáikkal a digitális munkarend során. A leíró adatok szerint a kollégákkal történő tapasztalatmegosztás jellemzően jelen van a digitális oktatás során. Ennek hátterében feltételezhető a közös felelősség, felelősségmegosztás, azzal, hogy eszmét cserélnek a pedagógusok. A következőkben a legtöbbek által választott segítségkérési formákra térnénk rá. A kérdés az volt a résztvevők felé, hogy kitől kérnek segítséget, ha informatikai problémával találkoznak. A probléma jellegétől függően, általában a rendszergazdától 56%-ban, pedagógus kollégáktól 52%-ban, vagy informatika tanár kollégától 42%-ban kérnek segítséget a tanárok. Itt diagramon is láthatjuk a leíró adatokat. A résztvevők többsége az üzembehelyezéssel kapcsolatban általában a rendszergazdától kér segítséget, a résztvevők 56%-a. Legkevésbé jellemző, hogy interneten keresnek megoldást. Amennyiben egy program nem működik megfelelően, elsősorban szintén a rendszergazdától 56%-ban kérnek segítséget. Másodszorban pedig informatika tanár kollégáktól 42%-ban. Legkevésbé jellemző, hogy a diákoktól kérnének segítséget ezzel kapcsolatban. A digitális módszertannal kapcsolatban többségében 52% pedagógus kollégától kérnek segítséget. Legkevésbé jellemző, hogy a rendszergazdához fordulnának, csupán a résztvevők 5%-a, vagy hogy diákokhoz a résztvevők 6%-a, vagy családtaghoz, baráthoz a résztvevők 9%-a. Arról is kérdeztük a résztvevőket, hogy hozzájuk milyen gyakran fordulnak segítségért a kollégák. A választási lehetőséget a gyakran, ritkán vagy soha adták. A résztvevők többsége úgy nyilatkozott, hogy ritkán kérnek segítséget. A százalékos eredmények hasonlóan alakultak mindhárom esetben, a digitális módszertannal kapcsolatos kérdések, nem megfelelően működő digitális eszközök, valamint nem működő programok esetén is. Összegezve tehát, a folyamatos tájékoztatás és reakciókérés volt jellemző az online térben, valamint a digitális pedagógiával kapcsolatos jó gyakorlat megosztása a kollégákkal szintén jellemző volt a kutatásban résztvevők körében, a segítségkérés rendszergazdától, informatika tanár kollégától vagy pedagógus kollégától származott rendszerint. Valamint jellemző volt, hogy ritkán adnak segítséget a kollégák, hiszen ritkán fordulnak hozzájuk segítségért. Kérdésünk, hogy megtermékenyíti-e a digitális tandrend tapasztalata az iskola munkáját. A tapasztalatok sokfélék. Tudjuk, hogy a rossz, a baj kényszere sokszor gazdagodással is együtt jár, hasznot is hoz. A nehéz helyzet ügyességgel, az eddig nem ismert vagy nem alkalmazott módszerek felhasználásával megoldhatóvá válhat,
A rendkívüli helyzet sok bajával gondolkodásra késztet, leleményt csal elő, és a pedagógiai gyakorlatban is nyilvánvaló előnyökkel járhat. Érvényesül-e ez a pozitív fejlemény a mi esetünkben? Hozott-e a digitális átállás az iskolai munka normális menetére is alkalmazható tapasztalatot? Először is vegyük számba, hogy mi az, ami a rendkívüli helyzetet igazán nehézzé tette, amit a pedagógusok különösen hátrányként éltek meg. Válaszadóink úgy gondolják, hogy az iskoláikban a leginkább az alábbi tényezők akadályozzák őket a digitális technológiával támogatott tanításban. A legtöbb problémát az jelentette, hogy nem állt rendelkezésre megfelelő digitális eszköz, illetve azok minősége nem volt megfelelő, és ezzel szoros összefüggésben megjelenik az a probléma is, hogy az internet kapcsolat nem volt mindig elég jó, nem volt elég gyors, nem volt elég megbízható. Ezzel szoros összefüggésben áll, hogy a válaszadóknak 34%-a nem tartotta kielégítőnek a kapott technikai támogatást. A beérkező válaszok egy másik csoportjára is szeretnénk ráirányítani a figyelmet. A digitális kompetencia területére. Ezen a téren a válaszadó kollégák saját és tanítványaik digitális tapasztalatát is hasonlóan értékelték, mindkét esetben 28%-ban alacsonynak tartották. Tovább árnyalja a hátrányokról kialakított képet a pedagógusoknak a saját szavaikkal adott válasza. Második ábránkon látványosan szembetűnő egy hátránycsoport kiugróan magas említés gyakorisága. A megkérdezett pedagógusok a személyes kapcsolatok hiányát, mint a digitális munkarend legnagyobb fogyatékosságát hozzák szóba. A válaszolók hozzávetőleg fele expressis verbis hangot adott ennek a véleményének, s további válaszokból is az derül ki, hogy ez többeknek problémát jelentett. Hatékonysági és más okokból is szükségesnek tartják a tényleges együttlétet a diákokkal, a közös iskolai munkát. Többen hangot adtak annak is, hogy érzelmi veszteség élményben volt részük tanároknak, diákoknak egyaránt. Második helyre került az említés gyakoriság sorrendjében az ellenőrzés bizonytalansága. Több kollégánk is nehezményezte, hogy többen eltűntek a munkavégzők közül, nem lehetett nyomukra bukkanni. Másik problémát jelentett, szintén az ellenőrzés témakörében, hogy a válaszadók nem voltak abban biztosak, hogy az ellenőrizni kívánt személy munkáját olvassák-e, és valóban ő készítette az értékelendő munkát. Az eszközhiány a nyílt kérdésben a harmadik helyre sorolódott, ebben az esetben is az eszköz gyengébb minősége, illetve az internet kapcsolat már említett problémáit említették a válaszadók. A több felkészülést igényel megnevezett hátrányt tulajdonképpen a táblázatban bemutatott 18 pedagóguson túljak is megemlítették, de panaszuk nyelvi megfogalmazása miatt őket nem ebbe a kategóriába soroltuk. Erre utal az első táblázatban a negyedik helyre sorolt probléma, a 40% megemlítette elegendő idő hiánya is. A digitális munkarend hátrányának látják a pedagógusok, hogy az eredmény szülői háttérfüggő. Reálisnak tartjuk ezt a viszonylag nagy említés gyakorisággal megjelent problémát, hiszen különösen az alsó tagozatos gyerekek esetében a szülők bevonódása szinte természetes volt. Az írásbeliség időigényessége vagy időigénye önálló egységet képezett, de a több felkészülést igényel kategóriába is besorolhattuk volna. A hátrányok felsorolását kívánó kérdés megválaszolásában a megkérdezettek bőbeszédűbbek voltak, mint az előnyök felsorolásánál. Ez nem csupán abban nyilatkozott meg, hogy sokkal több volt az egyszavas válasz, hanem a válaszok jellemzően az érzelmeket is kifejezték, a negatív érzelmeket. De lássuk, milyen előnyeit látták a pedagógusok a digitális oktatásnak. A legnagyobb említés gyakoriság a jobb időbeosztás tételnél mutatkozott. Sajnos azt mondhatjuk, hogy a válaszoknak egy jól körülhatárolható része kifejezetten csak a pedagógus saját előnyét fejezte ki. Azt nem állíthatjuk, hogy a magát kipihenni tudó pedagógus szempontja valamilyen tekintetben ne lenne figyelembe vendő, de biztosan nem elsőrangú tényező.
A digitális kompetencia fejlődése az említés gyakoriság alapján örvendetes módon a pedagógusoknál a második, a tanulóknál a harmadik helyre került. A módszertani kultúra fejlődése tétel némileg más jelent után, ugyan, de bátran ide vehetjük. Ezt a fejleményt vártuk, és ennek alapján mondhatjuk, hogy feltevésünk, miszerint a digitális kompetenciát fejleszteni fogja a nevelési folyamat átállása, a digitális oktatása, beigazolódni látszik. A szülők jobb bevonódása a munkába 12 említésen rákerült ugyan az említés gyakoriság alapján a listára. Azt hittük azonban, hogy ez a mozzanat, többek között azért is, mert hogy a sajtóban és sokat foglalkoztak vele, jobban érdeklődi a pedagógust, s többen felfigyelnek rá. Voltak olyanok is, akik nem láttak előnyt a digitális oktatásban. A digitális munkarendet elutasítók legnagyobb csoportja azt teszi ki, akik a tantárgyuk miatt nem tudták elfogadni ezt, jellemzően a testnevelés, illetve a másik csoport az, akik a korosztályra hivatkozva utasítják el a digitális oktatást, jellemzően a tanítók. Így azt mondhatjuk összefoglalásul, hogy a digitális munkarend értéke nem önmagában vizsgálandó, csakis az elvégzendő pedagógiai feladattal összefüggésben. A pedagógiai kényszerhelyzet bizonyos feladatok felelős szakembereit hátrányos helyzetbe hozta. Azt is vizsgáltuk, hogy a digitális munkarend során mi vált be, és mit szeretne megtartani a kollega. A válaszokat két nagy csoportba soroltuk. Az egyik csoportban a nevelő-oktató munkára vonatkozó válaszokat gyűjtöttük, a másik csoportban pedig a felhasznált programokat, alkalmazott eljárásokat, vagy alkalmazások gyakoriságát jelöltük. A könnyebb áttekinthetőség érdekében az első csoportba gyűjtött válaszokat igyekeztünk a didaktikai főfeladatok szerint kategorizálni. Ennek megfelelően beszélünk a motivációról, ismeretszerzés, ismeretközlés, rendszerezés, rögzítés, alkalmazás, ellenőrzés, értékelés kategóriáiról. A másik csoportban pedig azok az alkalmazások szerepelnek, amelyet legalább két válaszadó megemlített, ezen túl közel 20 másik alkalmazás is szerepel, de csak egy-egy alkalommal. A tapasztalatok tehát sokfélék, de néhány mozzanat arra mutat, hogy az iskola bizonyos tekintetben nyertese is lehet a kényszerhelyzetnek. Ezek a mozzanatok, hogy a nevelők és a tanítványok digitális kompetenciája fejlődött, hogy fény derült a technikai ellátottság hiányosságaira, és jól láthatóvá váltak a pedagógiai előnyök, veszélyek, hátrányok. Kedves kollégák, kedves érdeklődők! Az elmúlt közel 80 percben betekintést kaptunk egy kutatás elsődleges eredményeibe. Ez a kutatás a magyarországi katolikus iskolák digitális oktatásban való helytállásáról, az elsődleges tapasztalatokról tájékoztatta önöket. Az eredményekből nem szeretnénk messze menő következtetéseket levonni, de néhány tanulságot azért szeretnénk megfogalmazni, hiszen a cél az volt, hogy a pedagógiai gyakorlat számára használható válaszokat, használható módszereket, használható szempontokat adjunk a továbbiakban a digitális oktatáshoz. 2016-ban Magyarország kormánya június 30-án fogadta el Magyarország digitális oktatási stratégiáját. Ez a dokumentum leginkább arról értekezik, hogy hogyan tervezi a magyar köznevelés és a felsőoktatás az infokommunikációs technológiát beemelni a mindennapi köznevelési és oktatási gyakorlatba, éppen azért, hogy egy korszerű tanulási színteret hozzon létre, és hogy megfelelően fejlessze a tanulók, illetve az egyetemi hallgatók digitális kompetenciáit, felkészítve ezáltal a 21. századra őket. Ebben a digitális oktatási stratégiában nyilván fő szempont a tanulók digitális kompetenciáinak a fejlesztése, és ez egyéb szabályozó dokumentumokban is megjelenik, úgy mint a NAT vagy a kerettantervek
de a pedagógus kompetenciák közt indikátorként megjelenik a tanulók digitális kompetenciáinak a fejlesztése is. Tehát feltételezhető, hogy ma Magyarországon rendelkeznek a tanulók is és a tanárok is digitális kompetenciákkal. A mi kutatásunk arra világított rá, hogy van még hová fejlődni, mind a pedagógusok, mind a tanulók esetében. Én egy ellentmondásra szeretném most a figyelmet ráirányítani, ami a kutatás során kiderült. Akkor, amikor a digitális oktatási stratégiában a tanulói, illetve a tanári digitális kompetenciákról beszélünk, akkor egy olyan e-learning tanulási környezetet vizionálunk, ami nem cseréli le a jelenléti oktatási környezetet, csak kiegészíti azt. Tehát olyan digitális platformoknak az oktatásba történő beemeléséről gondolkodtunk leginkább, amelyek nagy mértékben megtermékenyíthetik a személyes jelenléti oktatást, kiegészíthetik, motiválhatják a tanulókat, áttekinthetőbbé tehetik, és hatékonyabbá bizonyos fokon. Az, aminek 2020-ban az elszenvedői voltunk, és így a katolikus iskolák is, az nem ez a fajta oktatási, nevelési szintér, hanem az egy digitális oktatási átállás, ahol a tanítás és a tanulás kizárólag az online térben a rendelkezésre álló eszközökkel történt. Tehát a két helyzet, nevezetesen, amit vizionál a digitális oktatási stratégia, és amiben 2020-ban találtuk magunkat, és amire irányul a mi kutatásunk, teljesen más. Tehát nem tudjuk felróni hiányosságként a pedagógusoknak, illetve a gyerekeknek azokat a digitális kompetenciabeli elmaradásokat, amiket a kutatásunk kimutatott. Sokkal inkább arra szeretnénk a figyelmet ráirányítani, hogy ha és amennyiben egy tartós digitális távoktatásra kell berendezkednünk, akkor feltehetőleg a digitális kompetenciák kiszélesítésére, újraértelmezésére van szükség, illetve a digitális tanulás újradefiniálására van szükség. Tehát a tanulság, hogy új pedagógus szerep, új tanulási definíció, új digitális kompetenciákra és ezek értelmezésére van szükség ebben a furcsa helyzetben, amiben jelen pillanatban is találjuk magunkat. Néhány előremutató ötlet, illetve javaslat a részünkről, ami a kutatás alapján megfogalmazható. Egyértelmű, hogy szükségesnek látszik egy digitális pedagógiai műhelynek a működtetése, ahol a tanárképzésben dolgozó kollégák, illetve a gyakorló, a pedagógiai gyakorlatból jövő oktatók és a tanárjelöltek tananyagfejlesztéssel, tanulási helyzetek megbeszélésével, tanulásszervezéssel, a tanulás újradefiniálásával foglalkoznak, tehát együttműködhetnek, szakmailag támogathatják egymást, hogy olyan adaptív tanítási-tanulási csomagokat tudjanak létrehozni, ami egy ilyen helyzetben is nagy segítség lehet a gyakorló pedagógusoknak. Igaz ez az értékelésre vonatkozó platformok kidolgozására, tartalmak kidolgozására is, tehát egy folyamatos naprakész szakmai párbeszédben a továbbiakban felkészültnek kell lennünk az új digitális távoktatás kihívásaira. Egy másik fontos tanulság, hogy a tanulás tanítását érdemes újraértelmezni ebben a digitális távoktatási helyzetben. Már a jelenléti oktatás során is a tanulók tanulási kompetenciái igen erősen támogatásra szorultak. Ebben a digitális távoktatásban azt gondolom, hogy ez még inkább igaz. Mind a pedagógusnak, mind a tanulónak egy merőben új helyzet,
amihez egyik napról a másikra kellett alkalmazkodni a tavaszi digitális oktatásra való átállás során. Azt gondolom, hogy a digitális távoktatáshoz másfajta tanulásszemléletre, másfajta tanulási stratégiákra van szükség, és másfajta tanítási stratégiákra is szükség van. Egy harmadik javaslat és tanulság számunkra, hogy a mentorálásnak a lehetőségét meg kell teremteni az egyes iskolai gyakorlóhelyeken, tehát a mindennapi tanítási problémáival, és nem feltétlenül csak a technikai problémákra kell itt gondolni az eszköz nem működésére, vagy a rendelkezésre nem állására, hanem sokkal inkább a tanítás, tanulás, szervezési problémák tekintetében is szüksége van a gyakorló pedagógusnak arra, hogy segítséget kapjon. Itt a Vitéz János Tanárképző Központ az összes gyakorló iskolánknak, partneriskolánknak föl tudjuk ajánlani ezt a segítséget, hogy valamilyen rendszerességgel, valamilyen módszerrel a gyakorló pedagógusok támogatást tudjanak kapni a digitális tanulás szervezésben. Érdekes negyedik tapasztalat a kommunikációra vonatkozik. Az egyik előadásból azt hallhattuk, hogy a kommunikációt ítélik úgy meg a gyakorló pedagógusok, mint ami a legjobban helyettesíthető. Ugyanakkor egy másik kérdés kapcsán pedig hiányolják a személyes kapcsolatot, és joggal hiányolják. Itt látszik egy ellentmondás a két vélekedés között. Feltehetőleg itt arról a problémáról van szó, amit az oktatás és a nevelés kérdése és a különbözősége magában rejt. Tehát lehet, hogy a digitális tanulás során nagyszerű instrukciókat lehet adni az egyes digitális platformokon, és nagyszerű tanulástámogatást lehet végezni. Személyiséget fejleszteni azonban csak személyes kapcsolatok segítségével lehetséges. Személyes kapcsolatra pedig semmilyen digitális platform nem ad lehetőséget. Itt tulajdonképpen tanácstalanul áll a kutatóműhelyünk, és azt gondoljuk, hogy valahol az egészséges egyensúly a digitális oktatás, az e-learning és a személyes jelenléti oktatás között, hogyha meg tudunk teremteni, azzal lehetne ezt a feszültséget, ezt az ellentmondást kiváltani, illetve áthidalni. Új pedagógus szerepre van szükség, ez a méréseink alapján egyértelmű, tehát a hagyományos pedagógus képzésben szocializálódott pedagógus nem felkészült a digitális pedagógusi szerepre. És ebben az új helyzetben megjelennek olyan szereplők, akik a pedagógustól a pedagógus szerepet megpróbálják elvitatni, vagy megpróbálják fölváltani a pedagógust, és egy alternatív pedagógusként viselkedni. Nagy kérdés számunkra, nem csak a pedagógus képző intézmény számára, hanem általában a pedagógia számára, hogy hogyan lehet ezt a kihívást úgy a hasznunkra fordítani, hogy a legalább 2000 éves tanárszerep, pedagógus szerep, az meg tudjon szilárdulni, meg tudjon erősödni, és valóban a pedagógus digitális tanulás támogató tevékenységében meg tudjon nyilvánulni, meg tudjon mutatkozni, meg tudjon erősödni. Tehát nem adhatjuk át a pedagógus szerepet, nem adhatjuk át a tanulás támogató szerepet, mert azt látjuk, hogy ezek a platformok bármennyire is tudnak segíteni, bármennyire is tudnak motiválni a személyiségfejlesztést, de a megfelelő eredményességű tanulást nem tudják pótolni. Remélem, hogy kutatási eredményeink a gyakorló pedagógusok számára is elgondolkodtatóak lesznek. Mi feltétlenül tovább gondoljuk és tovább folytatjuk ilyen irányú kutatásunkat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.